tudomásunkra jutott, mivel velünk történt az egész dolog, hogy Kálmán Béla, mint jelenlegi polgármester, a feleségemnek a Nyírmadai Kultúrház előtt, választások előtt, nem tudom mennyi pénzt, de vastag pénzt adott neki oda. 180 ezer volt. Elfogadtam, igen. És hány embernek osztotta szét? Hát nagyon soknak, nem tudnám most így megszámolni, de mindenkinek jutott bele, és mind azt mondta, hogy polgármester úrra fog szavazni. Úgy tett a feleségemnek, oszd ki a családkörnek, és ha bejutok, végig fel leszel véve dolgozni. Ha nem az ő ember, akkor nem veszi fel. És ezt a polgármester kimondja nyíltan, ki? Vagy? Igen. Volt ilyen eset, vagy tudtok valamiről? Hát hallottunk, igen. Több és mi volt ez konkrétan, hogyha hallottatok ilyet? Nem szavaztál rám, ezért menjél oda, hová szavaztál. Mondtam, hogy semmilyen módon nem vagyok benne érintett, hiszen negyedik ciklust csinálom, én azt gondolom, hogy ez valamit valahol egy kicsit bizonyít, de az én lelkiismeretem tiszta. Most jelentkeztek közhasznú munkára? Igen, de nem vesznek fel. Azért, mert kapok 29 ezer forint szociális járadékot, és bármik munkahelyen felvesznek, de ő nem vett fel engemet. Nekem szemtől szemembe úgy tett a polgármester, amíg szekeren ő, és ha nem azt fogom tolni, akkor nem leszünk jóba. Tehát én nem vagyok egy nyalis ember, hogy a polgármester úrnak nyaljak, ezért engemet is kirúgott. Be is igazolódott egy lezárult rendőrségi vizsgálattal, bizonyítottság hiányában bűncselekmény nem történt, ez a vizsgálat vége. Reggel feljöttek, aláírtak és hazamentek. Ugyanúgy megkapták a fizetést, mint én vagy a többi emberek. Körülbelül 20-an, akik így ingen potyán kapták a fizetést. Aki így tett a polgármester úr, akire szavaztatok, menjetek ahhoz, és akkor az fel fog benneteket venni, majd gajat kaparni. Azokat tanúk is visszaléptek, vagy igazolták azt, hogy talán nekik kínáltak pénzt a hamis tanúzásért. Tehát ez a lényeg, hogy most már a vizsgálat során is, és ezt határozatban leírta a rendőrség, hogy bűncselekmény nem történt.